Az új év új szabályokat és változásokat hozott az autóval közlekedők mindennapjaiba. A január 1-jével életbe lépett jogszabálymódosítás miatt nem szükséges a járművek forgalmi engedélyét, és a jogosítványt sem mindig maguknál tartania a gépjárművezetőknek. Persze csak abban az esetben, ha azok érvényesek és szerepelnek a nyilvántartásokban, mivel a rendőrség már elektronikusan is tudja ellenőrizni az okmányokat. Ahogy már az autópályamatricák érvényességéről is bárki megbizonyosodhat egy új, online lekérdező felületnek köszönhetően. Erre a nemzetiudi.hu oldalon van lehetőség, ahol mindössze a jármű felségjelzését és rendszámát kell megadni. Az eredmény az éppen aktuálisan érvényes matricák adatait tartalmazza, így annak típusát, érvényességi idejét, valamint több megyei matrica esetén a megyék felsorolását is. A 2022-re vásárolt éves matricák január 31-én éjfélkor járnak le. Idén azonban ezért a típusú vinyettáért már 5%-kal többet kell fizetni. A heti és napi matrica ára is jelentősen növekedett. A haviért 71%-kal, még a 10 napos jogosultságért 44%-kal kell többet fizetni, mint az előző évben. Elsőjétől szintén újdonság, hogy nincs többé ellenőrzés a magyar-horvát határon, így a határátkelőkön immár megállás és ellenőrzés nélkül mehetnek át az autósok.